Személy vonat érkezik Budapest nyugati pályaudvarról az első vágányra. A vonat tovább közlekedik Veresegyházon át Vácra. Menetrend szerint Vácig minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Üdvözöljük Önöket a Budapest értékei 2013-ban. Ma egy csipetnyi történelem részesei lehetnek, mert Rákos rendezőn vagyunk. Valaki játszik valakivel, nevet a székbe, Lucifer. Rákos rendező régen a legkomolyabb teherpályaudvar volt. Manapság már forgalma megcsappant, mióta Budapest-Ferencvárosba irányulnak a tehervonatok. Sőt, tulajdonképpen igazából itt ez az egész teljesen indokolatlan. Úgyhogy nekünk nagyon tetszik. Már nincs rá sok idő, te leszel a következő. Jövőre te leszel az áldozat, a sors kezed nem válogat. Rád mutat egyszer a véletlen, nem maradhatsz életben. A személyszállítási forgalom is elég gyér. Bár a Hungária körülti feljáró és az új lakótelep egy picit felértékelte, úgyhogy látszik, hogy legalább 3 ember vár a legközelebbi vonatra. Ennek ellenére, vagy emiatt parkoló nincs, és kerékpártároló sincs, pedig itt vezet át a kerékpár. Közel az utolsó ítélet, jobb lesz, ha eldobod a térképet. Nem vihet sehova az űrhajó, nem lesz a földön vaslakó. Vége a TV híradónak, visszaküldenek a feladónak. Az összes pályaudvar közül ennek a legerősebb a pályaudvar szaga. Ez egy eléggé meghatározhatatlan komponens, meghatározhatatlan folytogató, olyan, amikor nem takarítanak ki egy műhelyt 3 hétig és süt rá nap. Na ez itt most elég jól van, sajnos ezt nem tudjuk önöknek reprezentálni, de majd a tabletes kiadásunk már szagos is lesz. Minden törvény törvénytelen, véget ér holnap a történelem, kegyetlen évek jönnek. Hiába hullanak a könnyek, nincs hova menekülni, nem fog az ég kiderülni. Kihújtak a csillagok, jönnek a sötét évszakok, közel az utolsó ítélet. Látják, hogy hova megy ez a vonat? Még mindig? Na még mindig, az még mindig a Rákos rendezői pályaudvar. Majd ahol már nem látszik a vonat, az is. Tehát egy szavakkal nehéz érzékeltetni, hogy ez az egész hely mekkora és mennyire nincs is semmi. Rákos rendezőn egy valami működik üzembiztosan, az, ami mindenhol Magyarországon, mert hogyha ez nem üzemel, akkor nagy gáz van. Jelesül a Restre.